December 31-e péntek reggel van, még csak körülbelül 8 óra, és tekintve, hogy a tegnapi programjaink teljesen elmaradtak, most próbálunk minden lemaradást behozni, és most éppen Venice Beach-en vagyunk, ami fantasztikus, pláne így, hogy a nap csak egy körülbelül fél órája kelt fel, úgyhogy nagyon-nagyon szépek a színek is, mindjárt meg is mutatom. Most nagyon sok tengerpartra, vagyis óceánpartra fogunk elmenni a következő néhány órában. Nézzétek, itt reggel 8-kor szörföznek az emberek. Igen, itt vágyakozunk Bogival, hogy mi is arra vágyunk, hogy itt legyen annyi időnk, hogy csak úgy új év napján becsobbanunk egyet szörfözni. Igen, becsobbanjunk. Most nem új év, hanem mi van ma? 31 van. Hát igen, mindegy, nem tudom, milyen neve a 31-ének hivatalosan. Csak itt Venice Beach-en. Nem, csak itt Venice Beach-en tengessük napjainkat. Na igen, oda is fogunk menni mindjárt, az a következő állomás. Good morning! Good thanks! Annyira szép. Szóval, ez a mai helyzet. Szilveszterkor, reggel 8-kor hulla fáradtan, szóval a holnapot nem tudom, hogy éljük meg, mert napok még óta... Még egy 6 órás, 7 órás vezetés hátra van. Igen. Szóval körülbelül 8 napja napi 3-4 órákat alszunk, de valahogy még kihúzzuk a mai napot meg a holnapot. De ugye nem lesz egyszerű, mert még vissza kell menni majd. Boginak nem, de San Franciscóba is, ami körülbelül olyan 10 óra vezetés lesz. Jupi! Bogi meg repül holnap. Megérkeztünk a Santa Monica Pierre, ami szintén nagyon-nagyon közel van az eddigi partokhoz, vagy az eddigi egy parthoz, ahol jártunk, szóval ez szerintem nagyon klasszik. Jó, mehetünk! Szóval, hogy itt nagyon közel vannak egymáshoz. Egy pillanat! Itt nagyon közel vannak egymáshoz ezek a partok, ami nagyon jó, mert sokkal könnyebb eljutni, és nem az van, hogy egy órát kell autózni egyik szép helyről, meg egyik híres helyről a másikra, hanem tényleg nagyon könnyen el lehet jutni, szóval akár 3-4 óra alatt be tudunk járni
nem tudom, mondjuk 4 partot, ami nagyon szupi, úgyhogy most megmutatom nektek a Santa Monica Pier. Hol vagyunk, Bogi? El Matador Beach-en. A gyönyörű szép kilátásra, egy sziklát keresünk. De senki nem tudja, mi ez az El Matador Beach. Malibu. Malibuba. Malibuba. Malibuba vagyunk. Malibu. Next to you. Képzeljétek, ismét helyszínt változtatunk. Kissé meg vagyunk pakolva. Láttad úgy. Nincs valami sok helyünk az autóban. Úti célunk pedig Las Vegas új évre. Úgyhogy most igazából ez történik éppen. Úton vagyunk még, fogalmas, hogy mennyi idő van hátra, kb. Egy óra, de már itt vagyunk a sivatagban. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő videómban majd Las Vegasból fogok jelentkezni. Sziasztok!